A gyászfeldolgozás segítségünkre van az érzelmi veszteség miatti fájdalom, az elszigeteltség és a magány enyhítésében. Erről tartott előadást Manhal Dóra. A gyász, mint jelenség, az azt gondolom, hogy mindannyiunk életében jelen van. És itt nem csak a halál esetén érdemes beszélni a gyászról, hanem nagyon sok más olyan folyamat is van, amikor nagyon hasonló szakaszokon megyünk keresztül, mint a halálfeldolgozásakor. És ezért azt gondolom, hogy automatikus és magától érthetődő az is, hogy ilyen témával is megkeresnek engem. A fájdalom, a hiány pedig ott maradhat bennünk akár életünk végéig, hatást gyakorolva ezzel minden egyes napunkra. A fájó érzésekből azonban van kiút. Van egy olyan fázis, amikor ott maradunk egy hiánnyal, és nem nagyon tudjuk azt, hogy hogyan tovább, vagy hogy lesz-e tovább, mi a kiút ebből a helyzetből, vagy van-e egyáltalán kiút a helyzetből. És a vége az, ahova egyébként nagyon sokan nem jutnak el, hogy el tudjuk fogadni azt, ami történt. Nem beletörődni, hanem elfogadni, és el tudom fogadni azt, hogy az életem megváltozik, és nem rosszabb lesz, hanem egyszerűen csak más lesz az élet ezután. A gyászban elakadást a be nem teljesült érzelmi kommunikáció okozza, ebben nyújt segítséget a szakértő.